Menjetek el az egész világra, és tanítsátok az embereket mindannak megtartására, amelyre tanítottalak benneteket. Urunk mennybe meneteléről emlékeztek a hévízi katolikus és református gyülekezeteknél. Az ünnepet a húsvét utáni 5. hét csütörtökén tartják, mivel ekkor emelkedett fel Jézus Krisztus a mennyek országába. A Szentírás szerint Jézus feltámadását követően 40 napig még a földön maradt. Ez a 40 nap arra azt a célt szolgálta, hogy az apostolokat megerősítse a hitükbe, hiszen neki küldetést ad majd a mennybe menetele előtt, hogy menjetek el az egész világra, keresztétek meg az embereket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe, és tanítsátok mindannak megtartására, amelyre tanítottalak benneteket. A katolikus egyház az 5. századtól ünnepli Jézus mennybe menetelét. A középkori és koraújkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozó csütörtöki misén a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötelékkel felhúzták a templom mennyezetéig, ezzel szimbolizálva a mennybe menetelt. A katolikus egyházban 1918-ig ez az ünnep volt a húsvéti szentáldozás határideje, ebből ered az áldozó csütörtök elnevezés is. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. A református anyaszentegyházban is nagy ünnep az Úrnak a mennybe menetele, mely rendkívül gazdag üzenetet hordoz. Az egyik legfontosabb üzenet ennek az, hogy hát Jézus Krisztus által tudjuk, és ő igazolta számunkra, hogy van oda át, van túl világ, van mennyország, és ő tulajdonképpen visszament oda, ahonnan ő jött. És ugye tudjuk azt is, hogy ő ül az atyának a jobbján, és ugye ott ő érettünk esedezik. Drága védő ügyvédünk az atya előtt, és tudjuk azt is, hogy ugye vár bennünket, helyet készít nekünk, és minden benne hívőnek helyet ad a mennyeknek az országába. A református egyház zsinatának elnöksége május 11-én engedélyezte a nyilvános istentiszteletek megtartását a templomokban. A hévízi gyülekezetnél május 17-től várják a híveket. Az istentiszteletek az egészségügyi előírásokat betartva zajlanak. Íme az Isten báránya. Az érseki rendelkezés alapján vasárnap a Szentlélek templomban is megkezdődnek a nyilvános szentmisék, a megszokott időpontokban a 65 év alatti híveknek. A higiéniára és a távolságtartásra természetesen nagy hangsúlyt fektetnek. Az idősebb korosztálynak továbbra is lehetősége van a hévízi televízió műsorában, illetve online felületén megtekinteni a szentmiséket.